Sziasztok, itt vagyok, uh, mi van most? Uh, 20 uh, január, nem, február van, igen. A a Harmedika van kb., de mire megnézzük videót, úgyse annyi lesz, úgyhogy tök mindegy. Itt vagyunk a próba próbatermében, ahol most kivételesen nincs is olyan nagy kupleráj. Ja de, azért van. <laughs> Na mindegy, a lényeg az, hogy most uh, volt nemrég egy ilyen próbaterem átalakítás, takarítás, stb. Úgyhogy most össze van rakva a, a koncert cucc, erről ezt fogom nektek megmutatni. Dobudjileg most a falhoz vagyok fordítva, hogy a, hogy a ricse próbákon legyen elég hely. Túl nagy változás nem történt, és az is lehet, hogy ez még nem teljesen a végleges beállítás. 19-es crash átraktam ide a, a ride mellé kelljen annyira kifordulni, hogy hogy idáig, hanem, hanem ott van előttem és jobban ö, kézre áll. Viszont, ugye, a, amikor egy ilyen nagy lepergetés van a tamon, akkor meg jó, hogy ott van egy, egy cintányér, és nem kell visszanyúlni, ezért raktam be a Novo t ami ugyanúgy rúd, mint az összes többi, illetve nem az összes többi, de a nagy része. És ö, ez egy ilyen átmeneti cintányér szerintem a res, meg a meg a meg a csájnak között. Nekem az egyik nagy szerelmem. Eddig mégse került be a kezdő csapatba, most pedig itt van. Fölötte van ez a kúp, ami Tamalás csillapításra szolgált. Főleg a zenészek idegesítésére. Elsősorban Tari Boton nagyon szereti a, a, a kúpoknak a hangját, főleg ennek a nagynak. Amúgy ilyen effektű ügyileg egy splash fog használni. Tavaly ezek itt helyezkedtek el a, 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 az első két crash tetején. Nem mondom, hogy ez rossz volt, de így jobb lesz, hogy ez itt van. Egyelőre még nem a végleges állványán. Elmondom, amivel szerintem mindenki, aki engem követ tisztában van, hogy a két laptopból az egyik van kihangosítva, illetve beszerelt mikrofonja van, a másik az nincs kihangosítva, az nem játszik. Egy sima, egyszerű duplázóval van megoldva a dolog, mert minden zenész azt rakja a színpadra, amit akar, én például egy díszlábdobot, amit nagyon szeretek. El tudnám képzelni ezeket a, a, a nagy ilyen sajtó vízhangjait ennek a videónak. Leleplezte magát az ország egyik dobos. rajongók ezreit sértette meg. Az egész ország megdöbbent Nagy Honor Attila titkán, hogy az egyik lábdobja nincs kihangosítva a koncerten. Vagy egyébként el tudnám képzelni, a tüntetéseket csinálnának a Ricsa koncertre. Le a kamulábdobba. Mondjon le a kamulábdobos. Egy lábdobot a népnek. Tökéletes, jönnének ilyen transzparensekkel, hogy kamu a lábdob, kamu a lábdob. Minden koncerten több pergő van nálam. Ez egyrészt azért, mert nagyon szeretem a pergőimet. Másrészt ugye azért, hogy legyen tartalék, hogyha az egyik ö, beszakad. Nálam egyébként általában három pergő szokott lenni. Ö, most az utóbbi két évben ezt a Uh, DV Stones uh, pergőt használtam. Nemrég sikerült felrakni az új bőröket. akvárián <kül> Aquarian uh, Performance két rétegű, került alulra pedig a High Frequency. Most uh, először azt hiszem, hogy mind a kettő bőr clear. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Ahogy szokták mondani a bloggerek, hogyha tetszett, akkor iratkozzatok fel a Youtube csatornámra, mellette meg nyomjátok meg azt a kis csengőt, hogy mindig értesüljetek a friss videóimról. Amúgy kövessetek a Face-en, kövessetek az Instán, kövessétek a Beatrice-t, a... Ugyanezekkel az oldalakon az első koncert március 15-én lesz, bővebb infokat hamarosan mindenhova föl fogunk rakni, addig is, eh... addig is Addig is szavaztok!